Ennek a csetlőbotló özgidának, illetve gímszarvas és dámborjak védelmére hívják fel a figyelmet az erdészeti szakemberek, ugyanis a kiránduló idő kezdete egybeesik a környező erdőkben élő szarvasfélék ellési időszakával is. A természetben barangolók gyakran a turista útvonalak közelében is találkozhatnak rejtőzködő kisgidákkal. A szarvasfélék kicsinyei vészhelyzetben próbálnak minél jobban beleolvadni a környezetükbe, nem menekülnek el. Jellemző különben az őzre az is, hogy nem csak egy, hanem kettő gidát is elég, tehát hogy nem csak egyet találhatunk, akár kettőt is. Ilyenkor mi arról lehetünk figyelmesek, hogy a nagy szempárakat látunk ma magunkra nézni, és hát olyan védtelennek tűnik az állat. Neki az egyetlen egy védekezési ösztöne, hogy rejtőzködik. Tehát semmikor sem merül fel benne az, hogy mondjuk fölálljon és elfusson, hanem az alapvető életet ösztöne az, hogy rejtőzködjön. Tehát biztos nem fog előnünk elfutni. Ha megérintjük őket, az ős szarvas tehenet el fogja riasztani az ember szaga, és nem gondozza majd tovább kicsinyét, amely így éhen pusztul, vagy a ragadózók áldozatává válik. Sokak fejében megfordul az is, hogy hazaviszik és felnevelik ezeket az állatokat. A szakemberek ettől is óva intik a kirándulókat. Arról nem beszélve, hogyha most még sikerülne is felnevelni, akkor utána mit kezdünk vele? Tehát ugye a bakok miután ivar válnak, akkor veszélyessé is válhat gyakorlatilag, és utána gyakorlatilag 10-12 évig győzike, úgyhogy ez a húsvéti nyúlnak az esete, hogy húsvétra se vásároljunk élő csak nem tényleg azzal a célra, hogy fel is tudjuk nevelni. Ha valaki megmenti a gidát, borjút és elviszi, jogilag lopást követel, mert az élő vad az állam tulajdona. Az őzgida vadgazdálkodási értéke, a vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete szerint 50 ezer, a gím és dámborjúi 100 ezer forint.